Tessem 2020 novemberében kötötte meg a kivitelezői szerződést a mögöttünk található csomópont átépítésére. Márciusában munkaterületet adtunk, most július 22-én itt a munka elkészültét tudjuk konstatálni. 160 méter hosszan épült meg egy jobbra kanyarodó sáv, és hát mint minden városi csomópont átépítésnek része a csomópontban található közművek kiváltása, a védelembehelyezése, korszerűsítése. Itt is ezek a feladatok elvégzésre kerültek, a közvilágítás is korszerűsödött. 160 méteres kanyarodó sáv mellett 147 méternyi gyalog és kerékpárút került kialakításra, valamint a csomópont vízelvezetése, víztelenítése is a projekt részeként megvalósult. 80 darab szikkasztó blokk került elhelyezésre a munkaterületen. A kivitelező a geometriai kialakítást követően a lámpák újrangolásával optimalizálta az áteresztő képességet, és el lehet mondani valóban, hogy a korábban csúcsidőszakban egész a Galamb utcáig tartó kocsisor ma már a töredékére esett vissza. 2021 költségvetése Debrecenben a legnagyobb részt fejlesztések vonatkozásában a közlekedésről szól. A közlekedés rendkívül dinamikusan nő, a város dinamikus gazdasági növekedése hozza magával ezt a problémát, ezt a terhet, és azt nyugodtan állíthatom, hogy Debrecen város vezetése nem dugja homokba a fejét, hanem a lehetséges összes forrást és probléma térképet megvizsgálva reális megoldásokat kínálunk a felmerülő problémákra. Így volt nagyon fontos számunkra, hogy a Vágóhíd utca felől a Hajnal utca irányába, illetve a belváros irányába eddig tapasztalható közlekedési nehézségeket egy külön jobbra kanyarodó sávval kezeljük. Ez elkészült, megépült, és a tapasztalatok rendkívül pozitívak. Az jól látható mind a délutáni, mind a reggeli csúcsban, hogy nagyon sokat jelent a Vágóhíd utca irányából a keleti városrész felül érkezők számára ez a külön jobbra kanyarodó sáv. A Vágóhíd utcai csomópont átépítése egy a város egészére kiterjedő közlekedési fejlesztési programnak a része, amelyben vannak önkormányzati és vannak NIF-es, tehát állami beruházások. Ez a NIF beruházásában valósult meg, csak úgy, mint a Balmazújvárosi úton, a 33-as főúton a nagy körforgalom átépítése, amely szintén az elmúlt időszakban röviddel ezelőtt készült el, és kerül átadásra, és már teljes jogi vonatkozásban is teljesen a forgalom számára. A 33-ason lévő körforgalom igencsak leharcolt állapotban volt, felújítása nagymértékben járul hozzá a város nyugati irányú közlekedési nehézségeinek a kezeléséhez. De itt még nem értünk a sor végére, hiszen a 2019 nyarán bejelentett közlekedés, NIF-es közlekedés fejlesztési programelemeknek ez a kettő egy nagyon fontos eleme volt. Tehát néhány héten belül kezdődik a város egyik legnagyobb forgalmú csomópontjának az átépítése, a BEM tér füredi, valamint a nyíl hatházi kereszteződéseknek az átépítése, és ebben a csomagban még a Hétvezér utcai nagy csomópontnak az átépítése, illetve a füredi Szabó-Lőrinc utca kereszteződésének az átépítése is szerepel. A vasútvonal az jelentősen megnehezíti a közlekedést. Ez egy olyan adottság, amit gyakorlatilag három híd tud valamelyest megoldani. Ez azt jelenti, hogy a keleti és a déli városrészben lakók, hogyha munkába mennek, iskolába, óvodába viszik gyerekeiket, vagy éppen hazamennek este, akkor ez a forgalom mindig összesűrűsödik néhány ilyen átkelőre, úgy mint a Faragtár utcára, itt a Vágóhíd utcára, vagy éppen a Homokkerti felüljáróra. Úgyhogy minden olyan javítás az itteni forgalmi lehetőségeken, ami megkönnyíti az áthaladást, meggyorsítja az itteni közlekedési tumultusnak a levezetését, az kifejezetten üdvözlendő, és az itt élő emberek normál hétköznapi életében jelentős könnyebbséget fog okozni, úgyhogy én ezt kifejezetten szeretném megköszönni.